Kipróbáltam a szerencsejátékot, hogy nektek ne kelljen! Ebben a videóban kipróbáltam a szerencsejátékot, hogy nektek ne kelljen. De tudjátok, ez két szóval áll össze, azaz szerencse és játék. Általában az a formája, amikor pénzben fogadnak az emberek. Google szerint a szerencsejáték egy olyan játékforma, amely során... Ez a videó kizárólag szórakoztatás céljából készült, semmiképp ne röpróbáljátok utánozni a videóban látottakat. A szerencsejátékkal hosszú távon csak is pénzt veszítetek. De V az nem tudom, hogy miért lett nagybetű. Telefonról editál a Mester István, vagy hogy lehet ilyen elírásokat csinálni? Kockázat tudatosan és felelősség, ezt is elírta, felelősség teljesen. Bánjatok a pénzetekkel! Ez ki írta? Ki írta ezt? A Mester István nem tud, hogy sztrókot kapott, miközben írta ezt a mondatot? Hogy lehet öt hiba egy mondatba? Jó, nem egy mondat, kettő. Vagy három. Tudta, hogy senki nem olvassa. De ez akkor is gázos, te most érted? Gyerekeknek csinálsz videókat, és így bedobsz egy ilyen szerencsejátékos videót, és ráírod, hogy oké, 18 plusz. Azt mondja, Mester István tudja, hogy gambling contentet egyáltalán nem szabad csinálni a YouTube-ra, mert tiltja a szabályzat. Tehát, hogy nem hogy gyerekeknek, hanem hogy alapból. És mégis rengeteg ilyen videó van fönn. Esemény végeredményére. A játék célja az esemény eltalálása és további pénz. A Wikipédiáról olvassa, hogy mi az a szerencsejáték. Ebből is látszik, hogy mennyire kompetens. És ennek van egy saját könyve, remélem abban is ilyen jól írja a dolgokat. Ruben csatornáját, azt így egy perellel lehetne törölni amúgy. Ez nem gyerekjáték. És 18 éves kor alatt szigorúan tiltsa a törvény, az anyukátok és én is. Jó, de István nem akkor kezdte, mint előtt. Tehát Istvánnak az első videó is valószínűleg szarok. A mostani videói is azok, szerintem. Természetesen ez csak az én véleményem. Hát ő már azért régebb volt a tolja. Neki két éve volt az első videója. Az elődnek meg... Na hát körülbelül megettem a felét az ételnek. Na, egészségedre. Na ő meg 6 éve töltött fel videót, de... Itt csak 4 videót csinált, 6 éve. És utána 5 hónapja elkezdte újra. Szóval számítsuk innen az 5 hónaptól szerintem. Neki azért... Hát még nem megy annyira. Vannak fenntartásaim vele kapcsolatban. Szerintem ő nem egy jó influencer, és nem is lesz belőle jó influencer. Vagyis influencer lehet, hogy lesz belőle, de tartalomgyártó az nem. Három lej! Nem nyert! Három lej! Wow! Nem. Ez c***i unalmas. Nyert! Wow! Hogy lehetnek ennyire rossz videó ötleteik? Tényleg? Hogy jön ki ez a fejedből, hogy én most kaparossal érezni fogok a gyerek nézőimnek éppen a haverommal? Ez szórakoztatóban. Most akkor nem online fogsz doccozni, hanem elmegy? Nincsen logika. Hiszen ne valaki megütötte. Ott van a 400 összeg. 100 nyomásunk van fixen. Ami marad a végén... Ezek most kaszinóba elmentek, kajak. Kaszinóba nem is lehet kamerázni, vagy Romániába. Romániába ez hogy van? Ja, mondjuk Romániába van k***a sok kaszinó. Lehet, hogy az Andrew Tate-nek a kaszinójában vannak. Szerintem kocsmában van ilyen? Azt akartam kérdezni, hogy kocsmákban lehet ilyen? Jó, biztos vannak erdélyi magyarok. Kocsmában vannak ilyen gépek. Jó, neked elhiszem, mert tudom, hogy te ott laksz. Tehát akkor a kocsmába mentek, nem kaszinóba valószínűleg. Az elején kicsit meglepődtem, hogy az első pár nyomásból a pénzem 50%-át pluszba is nyertem, és így hiteti el veletek a gép, hogy a többi nyomás is ugyanilyen szerencsés lesz. Hát, hogyha mondjuk az interneten csinálnád, és nem ilyen román gépekbe tennéd bele a pénzedet, akkor lehet, hogy tudnád, hogy az interneten egy kicsit megbízhatóbb kódok vannak benne. Mert ott meg lehet nézni a kódot, meg ott vannak emberek, akik felülbérelják ezt, hogy a kód az tényleg random. De itt egy ilyen gépbe mi rá a garanciát, amúgy, hogy random a kód? Mi rá a garanciát, hogy valóban szerencsével játszol, és nem csak a gép játszik veled? A Románia amúgy is egy korrupt ország, nincs vele egyedül amúgy. 100 nyomás után 84 lejet nyertünk, de ez azért lehet, mivel hogy az előttünk lévő ember, aki ebbe a gépbe betett 1000, 100 ezer, 50 ezer forintot, azt ő lehet, hogy mind elbukta, és a gépbe fel volt gyűlve már egy bizonyos összeg. De... Ő szerint ez tényleg így működik? Vagy csak próbálja elhitetni az emberekkel? Nem tudom eldönteni, hogy ezt most komolyan gondolja, vagy nem. Ez brain power, tesó. Dolgoztak a tekervények az agyába, csak nem forgott az összes. Régen ez volt az elképzelése az öregeknek arra, hogy működnek ezek a számítógépek, és hogy ezt így megtanult az apjától, meg az öregtől, akik már ezer éve isznak lenne a kocsmába, és b***kodják ezeket a gépeket, mert nem adják ki a pénzt. Ez már benyeltem, hogy a következő embernek nem a szerencséje lesz. Régen ezt hitték az emberek, de szerintem ez nem így működik. Vagyis nem így kéne működnie, hogyha így működik, és neki van igaza, akkor elnézést kérek, ő a legokosabb ember a bolygón. Get it twisted!
Hoppá, egyet nyertem. Kérem az ezt a lejjemet, köszönöm. Na jó. Vajon ez is a rendereknek készült? Nem, az a baj, az Mester István nem merné ezt mondani, mert félne attól, hogy szétszedik, mert ő nagyon ilyen introvertált, meg minden, ő nem mer beszólni. Ő is, ő lehet, hogy magára veszi amúgy ezeket a dolgokat, amiket mondunk neki. Szóval István, te nagyon jó ember vagy, téged nagyon bírlak, de szarú videókat csináltok meg. Az lesz az utolsó, az orosz rulett, és valamelyik meg fog halni a videó végén. Ó, oh, no, és akkor a Csigér csinált egy videót belőle, hogy mi? Szabó előtt temetése? Ebből is content lenne legalább. A Minecraftban. A tőzsdéről annyit tudok, hogy lényegében ez nem szerencsejáték. De akik úgy csinálják, vagy olyan szemmel nézzük, akkor lehet lényegében szerencsejáték is. De csak azért, hogy ne beszéljek. Az kemény lesz, hogyha Mester István fog a tőzsdéről beszélni amúgy. Erre most készüljetek föl, mert ez egy olyan téma, amiről még én sem beszélnék, mert nem értek hozzá. És most Mester István ért hozzá. Inkább fejem az egyik barátomat, csak jobban megértsük ezt az egészet, hogy mi is lényegében. Ja nem ő fogja elmondani, milyen meglepő. Finkom sem volt még mindig ahhoz, hogy hogyan is működik ez az egész. Kicsit jobban beleásom magam. Erre is egy olyan körülbelül 400 lejt fogok felrakni. Szinte kizárt, hogy ezt megtanuljam én egy nap alatt. De utána nézek, és azután vissza is jövök hozzátok. El sem mondta. A Chegoskineket néz közben, az elég jó. Az a mondjuk kedvenc tőzsde fajtám. A Chegoskinek. Lehet, hogy Chegoskinek be fog fektetni? Ez lesz a tőzsde. Nem tanultam reggelig, de órákon át néztem, hogy hogyan is lehetne a legjobban kockáztatni a tőzsdén. Nem igazán tanultam meg. Úgyhogy a negyedik opciót a videóban most le fogom cserélni egy sokkal inkább szerencsejáték stílusú játékra. Ennyit tanult. Tényleg ezt tanulta. Link nincs a leírásban. Vajon melyik oldalra fog fölmenni? Remélem, hogy van annyi esze, hogy ládákat nyit inkább ingém. De nem úgy tűnik nekem itt a képernyőben, hogy ládákat fog nyitni. Tehát ő tényleg azt hiszi, hogy a gyerek nézőknek elég annyi, hogy ne próbáld ki, és nem fogják kipróbálni. Ezekre a cség oldalakra meg kajak föl tud menni a gyerek. Eddig olyan dolgokat mutatott, amik nem annyira ártalmasak, hogy gyere haver, fogadjunk egy százasba, meg izé. Meg a kocsmában amúgy sem engedik be a gyereket, meg a kaszinóba se, szóval a szlotcozás is kiesik. Szerencsejáték kaparósokat se adják oda a gyereknek, én ezt értem, de cség oldalra föl tud menni a gyerek. Ennek az oldalnak a nevét ki fogom takarni, csak azért, mert egyáltalán nem ajánlom, hogy bárki is feltöltsön ilyen oldalakra pénzt, mert... De miért nem ingém nyit ládát? Azt nem értem, amúgy én sem. Úgy tudta volna igazán bemutatni, mennyire szar, mert ott tényleg nagyon fos esélyeid vannak. És minő szerencse, ezt is elvesztettük. Persze nem sokon, de elvesztettük attól. Keres... Keep on going, tesóm, ne hagyd abba. Ás tovább. Ez itt len. Ő abba hagyta. Ő pont ott hagyta abba, amikor jött a gyémánt. De itt van. Mester István, ő megy tovább, és el fog érni a gyémántot. 100.000 forintból körülbelül 7.000-et vesztettünk a szerencsejátékkal. És ebben az volt a szerencsés, hogy nem többet vesztettünk. Hát igen, mert hamarabb kiléptél, vágod. A nagy win előtt léptél ki. Ezért kellett volna tovább menni. De általában szerencsejáték a vesztésről szól. Úgyhogy én most okos leszek, ezt a videót be is fejezem, több pénzt nem szeretnék veszteni. Remélem, egy kevés példát tudtam statuálni, hogy hogyan is működik ez az egész, mennyire is nem éri meg ez az egész. És remélem, hogy senki sem szeretné kipróbálni ezek után. Hoztam. Kedvesemnek Tuti Juice, magamnak meg Sixot, de hogyha Janosi Gergő nézi ezt, akkor legközelebb szívesen iszok Sixot streambe amúgy. Két kartonnal küldhette nekem, igen, meg egy Tuti Juice-os hűtőt is. Menjünk tovább, mert rengeteg dolog van még, amit meg kell néznem. Feladták nekem a leckét ezzel azért. Minden eszembe jut. Már... Először az jutott eszembe, elfelejtettem, de... Kajakba van tépve, mi a f***? Másodikat tudom, hogy... What a dog? Nem akarok kamerát. Úristen, nagyon idétlen dolog, hogy a faszba bírjátok a füvet. Azért mondom több eszembe, mert ezt lehet, hogy nem csak annak küldöm, akinek most szánom. Én inkább a füvet támogatom, nem az alkoholt. És kettőnk közül szerintem én jobban nézek ki. Ezt nem a legális fű után csinálta. Miért küzd az épelmém ellene, hogy kényelmi zónázok? Elvileg valaki nála hagyta és elszívta egyedül, de honnan van meg neked ez a videó? Mert az unlisted. Mintha így néha így kitörne belőlem egy vlog. Szeretnék most itt egy emléket csinálni, amikor egyedül betéptem. De teljesen nem is úgy kezdődött, hogy másokkal aztán elmentek, hanem teljesen egyedül, és néha bejön a vlog, hogy akkor... Mi? Ja. Emberünknek hagytak egy C-t.
eltolta, és felvette ezt a videót. Nincs már lepcse. Bruh! Herbie on the Zaza. Leszúrja magát, ne! Kajakba van tépve, hát én megőrülök. Ez hogy? Honnan? Mi, honnan van ez a videó, Hunradi? Honnan szerezted ezt a videót? Ez 3 hónapja töltötte föl, januárban, unlistedbe. Nem tudom, mit szívott ez. A Puppetri adta neki egy cigit, gondolom. Azért írta. Na jó. Na most meg Gentoo ide rédelt! Nem hiszem, most akarok rédelni Gentoo. Giorgio, it's a Sims! Ebben a pillanatban akartam rédelni Gentoo. Most rám rédelsz? Na tudod mit? Dupla raid. A csatornapontok mindenkinek járnak itt is. Menjetek rá! És még több nézővel tudjuk berédelni őt. Go next, go next! Sims volt még, igen. De is mindjárt rédelni fog szerintem. Na. Császtok.